Üdvözlök mindenkit, jó reggelt! Hát amíg a lányom készülődik az iskolába, addig elmondom ezt a videót, mert látom, hogy azért sok embert érint az a kialakulóban lévő és már kialakult élelmiszerválság, ami annyiból érint minket is, hogy mi is élelmiszereket árulunk és forgalmazunk, és élelmiszerekről beszélünk nektek. Tehát most is a konyhában állok, és ez azért van, mert a PEAK termékek nagy része élelmiszer. Tehát mondom azt, hogy miben tudunk segíteni. Természetesen az első dolog az, hogy az információk, amik hozzám eljutnak, azok kikerülnek a netes felületeinkre is, és teljesen őszintén elmondom azt, hogy mi a helyzet éppen. De van két másik nagyobb segítség is a számotokra. A TikTokon már elmutogattam Richard Kochnak a könyvét, ez a 80-20-as elv, amit igazából csak üzleti körökben használunk, de szerintem itt az ideje, hogy a hétköznapi emberek közé is eljusson, és hát a családunk fenntartása is egy költségvetést igényel, és egy költségtervezést igényel, és ebből a könyvből azt tanulhatjuk meg, hogy hogyan csinálhatjuk méghozzá úgy, hogy tudva azt az alapvető szabályt, amit egyébként, hogyha a Google-ba beütitek a Pareto elv alapján is meg lehet találni, de Richard Koch volt az, aki újra dolgozta ezt az elvet egy picit, és hétköznapibbá is tette. Fel lehet használni tehát az élelmiszer vásárlásaink esetén is azt a költség csökkentő és hatékonyság növelő módszert, amit ez a könyv leír. Ebben röviden arról van szó, hogy a költéseidnek a 80%-a gyakorlatilag a kukában megy, és csak a 20% az, amit felhasználsz, vagy az eredményeket okozza. Tehát nagyon jól el lehet csökkenteni majd a pazarlást, és az élelmiszer pazarlásnak az ideje gyerekek lejárt, és egy fokozott eredményességet lehet hozni minden területen. Ez lehet idő, ez lehet élelmiszer, vásárlás, ez lehet edzés, ez lehet diéta, vagy a szeretteinkkel töltött idő, bár a spiritualitás terén már ott óvatosan bánnék ezzel a szabályzal, de szeretettel javaslom ezt a könyvet. Úgyhogy ebből nagyon sokat lehet tanulni, és a pazarlást be lehet fejezni nekem is, és akkor egy csomó időt, energiát és pénzt meg tudunk spórolni. Ez az egyik, vagy hát a második. Azt szeretném még elmondani harmadik ötletként, hogy az étrendkiegészítők esetén, mint a PEAK termékek, hát a fele egyébként élelmiszer, nem történt olyan jelentős mértékű áremelkedés, mint a normál élelmiszerek esetén, tehát ez, amit a boltokban látunk, hogy minden dupla annyiba kerül, ez azért nem történt meg. Az, hogy később mi lesz az év során, azt nyilván nem tudom megmondani, de érdemes esetleg az étrendkiegészítők és a PEAK termékek között is szétnézni, hogy mi az, amit leválthatunk a drága élelmiszerekből, és nyilván nem arról beszélek, hogy most a friss dolgokat, tehát az gyümölcsök és a zöldségek esetében váltsuk le ezeket az ételeket fehérje porokra, mert ez nonsense, és nem erről van szó. De nyilván, ha kevesebb kenyeret, vagy nem tudom mi az, ami még drága lett, az étolajról hallottam még, ha kiváltjuk, vagy egyáltalán nem is esszük, mert igazából ezek a diéták sem kenyeret, sem étolajat nem tartalmaznak, akkor itt is egy jelentős költségcsökkentést érhetünk el, úgyhogy közben az egészségünk is javul általa, és a külsőnk is. Tehát én arra utalnék vissza, hogy ismerkedjünk meg ezzel a 80-20-as szabállyal, mert hogyha ennyire meg tudjuk módosítani és változtatni az életünket minden területen, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol pazarlunk, akkor lehet, hogy rengeteget tanulhatunk a mostani helyzetből. Tehát 80-20-as elvet is alkalmazzátok, beteszem majd a videó alá fölé ezt a könyvet, és a Pareto elvet is megkeresem, és akkor nem is kell keresnetek, és a fehérjék és az élelmiszerek, tehát a PEAK élelmiszerek esetében is mondom, hogy nem történt ilyen mértékű áremelkedés, úgyhogy lehet, hogy ideje kivennünk a fejünkből azt, hogy az étrendkiegészítők drágák, mert most azt gondolom, vagy azt látom, hogy inkább az élelmiszerek drágák, úgyhogy ezt a váltást, ezt a paradigma váltást áll ideje meglépnünk, és akkor módosíthatunk az étrendünkön is, hogy egy kicsit pozitívabb irányba is tereljem ezt a beszélgetést. A vegán fehérjek esetében azért szorongatom ezt, mert ez van most nálam. 3 új íz érkezett abból, amit a legtöbben kedveltek, és most úgy is dívik a vegetáriánus életmód.
Ezt is egy forintért el lehet vinni, a mostani minden harmadik egy forint akcióban, és tök finom, és azért tök, mert tök fehér és mandulafehér van benne, és azért tartom én is itthon, bár nem élek így, mert ez az egy fehérje por, ami vegán, és szerintem ehető, bocsánat, ki kell mondanom, minden korábbi állításom nem igaz, ez az új, ez tök finom. Úgyhogy könyvet is berakom, majd a fehérjét is beadom, és minden információt igyekszem veletek megosztani, hogy lássátok, hogy mi a jövő. Tehát olyan durva helyzet nincsen, mint a normál élelmiszerek esetén, ezt tudom mondani. Akkor szép napot mindenkinek, megyünk iskolába és dolgozunk. Sziasztok, sziasztok!